Mese a királyfiról, aki csak tejet ivott. Ez az egész nem azzal kezdődött, hogy megszületett Rufus Raffel testvére. Lili Lajla pont úgy viselkedett, mint egy baba. Aludt, sírt és evett anyatejet. Ő csak anyatejet evett. Ezzel szemben Rufus Raffelnek mindenfélét kellett ennie, a borzasztó cukkinis tésztától kezdve a rémséges, rakott zöldbabig. Mindent. Mm, igazságtalannak érezte a dolgot. Először ő is csak anyatejen akart élni, pont úgy, mint Lili Lajla, akinek bőven elég a tej is a növekedéshez. Akkor miért kellene neki húst, zöldséget, gyümölcsöt ennie ahhoz, hogy igazán nagy-nagy fiú legyen? Elég lesz, neki is az anyatej de amikor Rufus Rafael megkóstolta, nagyon fura íze volt. Mintha egy pohár langyos olajba cukrot kevertek volna. A kisfiú ezért inkább áttért a tehéntejre. Most is épp ott ül a konyhaasztalnál egy bögre tejjel. Ott fekszik még a tányéron egy szelet szalámis kenyér is, de azt nem hajlandó megenni. Csak tejet eszem, mint Lili -li Lajla, illetve iszom, mint Lili -li Lajla! Toppant levegőben lógó lábával, aminek következtében szinte leesik a székről. Dühösen a mamájára néz, mintha ő tehetne erről a majdnem balesetről. A mamája mosolyog, és ennyit mond. <laughs> Nincs véletlenül bögre úrnak egy idevágó meséje. És kedvesen a bögre felébök. Úgy tűnik az elmúlt évben Rufus Raffel szülei is változásokon mentek át. Megtanultak hinni a varázslatokban. Na jó, megkérdezem. Azzal Rufus Raffel megtörölgeti szalvétájával csíkos bögréjét, ami az érintésre hip-hop bögre urrá változik. Jó reggelt, Rufus úrfi! Hm, ne is mondj semmit! Hallottam mindent! A te lett a kedvenc étked, mint annak a királyfinak búbirolomban! Micsoda különcködés! Pedig egy ekkora fiúnak, mint te, mást is kellene ennie ahhoz, hogy megerősödjön. Hallatlan! De jöjjön a mese! És Pögre úr pödör egyet csillogóra viaszolt bajuszán, majd felteszi orrára a csiptetős szemüvegét. Olvasni kezd. Az elmacskásodott királyfi. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ország, melynek búbirodalom volt a neve. Ebben a királyságban annyi tehén élt, mint mocsárban a szúnyog, vagyis nagyon sok, akik mindig azt mondták, hogy bú. A töménytelen tehénnek hála, a birodalom lakói dúskáltak a tejben, sőt, szó szerint tejben és vajban fürödtek, mert persze vajból is akadt bőven. Búbirodalomban élt Bajusz királyfi, akinek bajsza olyan szétálló volt, mint egy macskának, és úgy is szerette a tejet, mint egy macska. Egy szép napon Bajusz királyfi elhatározta, hogy eztán már nem eszik, illetve iszik mást, csak tejet. Nem volt ennek más oka, mint hogy királyi kis testvérét akarta utánozni, aki csak anya tején élt. A főszakács hiába készített neki finomabbnál finomabb fogásokat, mint amilyen a bársonyos ragú leves, a milánoi vakaróni, vagy a francia hagyj már leves. Mindegyik ételt eltolta maga elől, és inkább ivott egy bögre tejet. Na, ódott a királyfiért az udvar a pródja, nagyja és óriása is, vagyis mindenki az országban. Főleg azért sopánkodtak nagyon, mert a királyfi napról napra furcsában viselkedett, és a kinézete is egyre különlegesebb lett. Már nem csak a bajsza állt úgy, mint egy macskának, hanem a nyelve is olyan, hmm, olyan lefegyelős lett, a körmei is olyan karomszerűvé változtak. Nem beszélve a szőréről. A testét azelőtt pihég borították, de most már bundája volt. Puha, foltos bundája, pont, mint egy igazi macskának. Amit eleinte csak suttogva adtak tovább bubbibrodalomban, most már hangosabban mondogatták az emberek. Bajusz királyfi úgy tűnik, hogy teljesen elmacskásodott. A királyfi szülei mindenkit megkérdeztek, mit évők legyenek. Az udvari főtanácsost, altanácsost, melléktanácsost, beltanácsost, sőt, még a kültanácsost is. Hívták az orvosokat, mágusokat, varázslókat és boszorkányokat, de különleges varázszereik mind hatástalannak bizonyultak. Senki nem tudta, hogyan változhatna vissza Pajusz királyfi újra emberré. Még nem, egy csavargónak öltözött vándor varázsló halkan ennyit mondott. <laughs> Nem kellene ide csodaitalok és varázsétkek. Ez <laughs> csak egy közönséges szalámis kenyér. Hát, láss csodát, mi történt, mikor a királyi szülők egy szelet szalámis kenyeret adtak fiúknak, és az beleevett. Bajusz királyfi! azonnal ember alakot öltött. Lett nagy öröm erre búbirodalomban, és akkor a szalám is kenyérlakomát rendeztek, úgy még a szomszédországokba is átlebegett a finom nyári szalámi illata. Ezután már csak arra kellett odafigyelniük, hogy Bajusz királyfi kettő pohár tejnél ne igyon többet egy nap, mert hiába egészséges valami, ha túl sokat fogyasztanak belőle, bizony, galibát okozhat. Itt a vége. Valamit ért-e? Bögre úr leveszi csiptetős szemüvegét, komótosan elteszi a míves borítójú régi mesekönyvet, és rámutat Rufuszra felkörmére. A te körmeid is nagyon hosszúak ám, úrfi. Lehet, hogy lassan kezdenek macska má fejlődni? <laughs> Rufus Rafael nem találja olyan viccesnek a kérdést, és duzzogva válaszol. Ugyan, csak régen voltak már levágva. Mégis egy kicsit elbizonytalanodik. De. Mm, biztos, ami biztos. Azért, Eszem egy kicsit ebből a közönséges téli szalám is kenyérből.